Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök az Emplén Televízió műsorát, a hírhetet látják augusztus 2-án, szerdán este 19 órakor. Nézzük mai legfontosabb híreinket előbb egy-egy mondatban. A Magyar Honvédség tematikus programokat szervez a Rákóczi Szövetség táboraiban. Újra libegők éjszakája a Sátoraljaújhelyen. Már gyűjtik a búzát a magyarok kenyeréhez, Hercegúton található a térségi gyűjtőpont. A Magyar Honvédség tematikus programokat szervez a Rákóczi Szövetség Sátoraljaújhelyi középiskolás és egyetemista táboraiban. Ennek keretében a fiatalok megismerkedhetnek a honvédség modernizálódásával, és hasznos ismereteket is tanulhatnak, miközben játszva próbálnak ki egyes eszközöket. A második összmagyar középiskolás táborban a toborzó iroda munkatársai voltak ebben segítségükre. Több éve áll fenn az együttműködés a Rákóczi Szövetség és a Magyar Honvédség között, melynek részeként a civil szervezet Sátoraljaújhelyen megvalósuló középiskolás és egyetemista táboraiban különböző előadásokat, bemutatókat és játékos ismeretszerzést tartanak a résztvevőknek, mondta a hírműsorunknak Csoma Gábor százados, megbízott irodavezető. Már ez a sokadik év, hogy feljövünk, és a megrendezésre kerülő középiskolás, illetve szabad egyetemi táborokban egy programpontként megjelenünk egy nap a hatból. Alapvetően, ugye mi a toborzóirodából érkeztünk, a feladatunk alapvetően nem toborzás, hanem a fiatalokkal megismertetni a Magyar Honvédséget, a Magyar Honvédségben végbe menő modernizációs folyamatokat, illetve nyilvánvalóan, hogy fel kell tenni az erre fogékonyakban az érdeklődést a Magyar Honvédség iránt. És mik a tapasztalatok? Kitalálni idén is, melyek lekötik őket, és szórakozva tudnak ismerkedni a honvédelem alapjaival. Alapvetően egy játékos akadálypályával készülünk nekik, illetve egy tájékoztató előadással szoktunk, illetve egész nap itt megtalálhatóak vagyunk, és tudunk az érdeklődőknek felvilágosítást adni. Az a tapasztalatunk, hogy érdeklődőek, és több alkalommal volt már arra példa, hogy a Rákóczi tábort követően az ISZT résztvevők közül valaki például tartalékos szolgálati formát választott a Magyar Honvédségben. A Rákóczi Szövetség szervezésében ezen a héten zajlik a második összmagyar középiskolás tábor, melyen 504 diák vesz részt három kontinensről. Most ők próbálhatták ki az akadálypályát. Az elmúlt alkalom sikerességének köszönhetően augusztus 4-én, azaz most pénteken újra megrendezik a libegők éjszakáját Sátoraljaújhelyen. Az Emplén Kalandpark igazgatója Körösi Ádám elmondta, hogy ez kiváló alkalom az ünneplésre, hiszen a hétvégén lesz egyéves a megújult régi új libegő. Ennek jegyében várják pénteken 19 órától a magaslatba vágyókat, valamint a gyorsaságot kedvelőket is, hiszen éjszakai száguldásra is lehetőség nyílik Magyarország leghosszabb bobpályáján. Naplemente a hegy tetején, libegőzés az esti órákban, többek között ez jellemezte az országosan megrendezett libegők éjszakáját. Ehhez a kezdeményezéshez csatlakozott a Sátoraljaújhelyi Zemplén Kalandpark is, hiszen már két libegőt is kipróbálhattak az est folyamán az érdeklődők. A program sikeres volt, hiszen több százan látogatták meg a magashegyi élményelemeket. Ennek okán pedig a mostani hétvége sem lesz esemény nélküli, hiszen augusztus 4-én pénteken újra megrendezi a Zemplén Kalandpark az esti libegőzést. Volt egy országos eseményünk, amelyben mi is részt vettünk. Nagyon szuperül alakult, nagyon sokan eljöttek, és ezt egy kicsit meglovagolva ezt az eseményt, úgy gondoltuk így a libegőnek az első szülinapján, ami majd augusztus 4-én lesz, megismételjük ezt az eseményt, hiszen tényleg nagyon sokan eljöttek, nagyon sokan elveszték így az esti libegést, és tényleg így mindenki tapasztalata alapján így nagyon jól sikerült maga az esemény, és egyébként egy nagyon jó rendi helyszín is egyébként, ami nem utolsó dolog, hiszen tényleg így a naplementében libegőzni egy nem mindennapi dolog, és tényleg nagyon, nagyon jól sikerült maga az esemény. Az indulás előtt érdemes megnézni a létesítmény közösségi vagy weboldalát, hiszen sok információt ott osztanak meg az indulásról, valamint a legutolsó beszállási lehetőségről is. 7 órától fog menni az esemény este 9:30-ig, és ezt egyébként egybekötöttük egy éjszakai bobozással is,
hogyha esetleg leszállva a libegőről, majd megjön a kedvük a vendégeknek, és szeretnének egy adrenalinbombát, egy adrenalinlöketet még ennek fejébe csúszni, igazából arra is lesz lehetőség, és ez is egy nagyon jó élmény egyébként mindenkinek. Hát a nyáron még sok ilyen eseményt szeretnénk szervezni, akár ilyen esti begőzést is, mert tényleg nagyon-nagyon érdeklődés, a kollégák is egyébként nagyon szeretik, és itt szeretném is kiemelni az ő munkájukat, hiszen ez nélkülük nem valósulhatna meg. Nagyon keményen odrakják magukat, tényleg itt napi 10 órában azért tényleg az égető napon nem egyszerű a szolgálatot teljesíteni, úgyhogy én nagyon büszke vagyok a csapatra. Nagyon jó a csapat, nagyon büszke vagyok rájuk tényleg, és hosszú távon is egyébként, amíg kitart a jó idő, addig mindenképpen szeretnénk ezeket az eseményeket megtartani, és minél többet csinálni ezekből. Kőrösi Ádám hozzátette még, hogy az éjszakai bob este 21 órakor kezdődik, és egészen éjfélig tart majd. Már gyűjtik a búzát a magyarok kenyeréhez. A már 13 éves hagyományra visszatekintő kezdeményezéshez kapcsolódva 2023-ban is a határon innen és túli gazdák ajánlhatnak fel az aktuális éves termésükből jótékonysági céllal készülő kenyérhez lisztnek való búzát. Borsodabolcs-Zemplén vármegyében Hercegúton található az egyik gyűjtőpont, ahol szervezetten fogadják a zsákba töltött búzaszemeket. Magyarok kenyere 15 millió búzaszem, ezzel a mottóval indult útjára 13 évvel ezelőtt az a jótékonysági kezdeményezés, amely mára Kárpát-medence méretűvé nőtte ki magát, és nem csak a segítő szándékot jelképezi, hanem a magyar közösségek határon innen és túli kapcsolatát is erősíti. A tavalyi aszályos év ellenére akkor több mint 8000 gazda 1000 tonna búzát ajánlott fel, amiből több mint 500 tonna lisztet készítettek. Ebből sok száz kenyér sült, és ezzel számos civil szervezet, egyesület, alapítvány részesülhetett támogatásban. Idén is csatlakozhatnak a gazdák ehhez a programhoz, például a térségben Hercegúton adhatják le felajánlásukat. Pécsi jogász professzor Korinek László mondta, ő valahogy így vallott erről a dologról, hogy szeretném megkóstolni azt a búzát, ami az összmagyar területen termett, és ezt a földet rengeteg vér és verejték, izzadság érte, úgyhogy ebből milyen búza vagy milyen kenyér sülne, és ezzel indított ő el ezt a búzagyűjtési akciót. 13-ban csatlakozott hozzá a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Gazdaságos Szövetsége, akkor 10 tonna búzával indult a gyűjtés, abba az évben most több mint 1000 tonna gyűlt össze a tavaly évben. Az így összegyűjtött búzából később liszt, majd kenyér készül. Azt pedig az adományozottak olyan módon használhatják fel, hogy azzal rászoruló embertársaikat segítsék. Ez a Magyarok Kenyere búzagyűjtési akció, ez a magyarságnak egy nagyon komoly összefogása és szimbóluma is vált a magyar összefogásnak, mert határon túlról is rengeteg búza érkezik, de Amerikából is kapunk adományokat olyan diaszpórákból, ami a magyarság ott jelzi, jelenti. Azért örülök, mert a gazdák is, mint Magyarországon más társadalmi csoportok, érzik annak a szükségességét, hogy a bajban ismerszik meg a barát, hogy segítsünk egymáson. Ahol szükség van, oda kell a segítség. Búzában összegyűjtve, ami számukra az életet jelenti, tehát ezt összegyűjtve az adott intézményben, térségben, akár itt Magyarországon vagy a határon túl a magyarokhoz eljuttatni. Kifejezi egyrészt ez az erkölcsi tartás, hogy mi együvé tartozunk. Másrészt pedig, hogy a bajban számíthatnak a magyarok egymásra, függetlenül attól, hogy a határon innen vagy túlélnek. Az idei térségi gyűjtőpont szerepét is egy olyan családi gazdaság vállalta, aki maga is termel búzát, és fontos értékként tekint az összefogásra. A mi generációnk tudja talán legjobban, hogy ez mekkora érték. Szeretnénk, hogyha a fölnövekvő nemzedék is ezt úgy érezni. Részemről és családom részéről miatt annyira fontosnak tartottuk, mert ez egy annyira szép gesztus. És akkor rögtön az első között úgy döntöttünk, hogy igenis, mi csatlakozunk ehhez a mozgalomhoz. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy nagyon jól döntöttünk.
Az adományozott civil szervezetek között minden esztendőben megtalálhatjuk a Katolikus Karitást, a Kárpátaljai Református Egyházkerület Diákónia Központot, a Kelet-Magyarországi Református Nevelőszülői Hálózatot, a Magyar Vöröskeresztet, vagy éppen a Magyar Ökumenikus Segélyszervezetet. Újra várja az érdeklődőket a Sátoraljaújhelyi Könyvtár, még augusztusban nyári nyitvatartás szerinti rendben. Ezzel együtt a hagyományos kézműveskedt foglalkozások is elindultak. A hónap minden hetének második napján várják azokat a gyerekeket, akik szeretnének egy mesét meghallgatni, majd valami ahhoz kapcsolódó alkotást létrehozni. A háromhetes karbantartási munkátok befejeztével a Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár ajtaja újra nyitva áll mindenki előtt. Igaz ez a kisgyermekek által kedvelt kézműveskedt foglalkozásokra is, melyek keretében mindig valami egyedit készíthetnek azok, akik részt vesznek a meseolvasással kiegészített alkotói délelőttökön. A hagyományokhoz hűen a nyári szünetben minden kedden 10 órától várjuk a kisiskolásokat, óvodásokat és az őket kísérő szülőket, nagyszülőket is egy mesével egybekötött interaktív foglalkozásra. Ezeknek a foglalkozásoknak a központjában mindig a mese áll, és ezt követően próbáljuk ugye ehhez igazítani magát az interaktív foglalkozást is. A meséket igyekszünk különböző módon bemutatni, legyen szó például papírszínházról, felolvasásról, diafilmvetítésről. A legutóbbi alkalommal a Kacor király című mesével ismerkedhettek meg az érdeklődők egy diafilmvetítés keretében. Most pedig, ahogy látni, az interaktív foglalkozás zajlik. A mesében megjelenő szereplők gipsz képeit készítettük el, állatfigurákból lehet a gyerekeknek válogatni, amelyet kifestenek, illetve kép is készül. Mindenki tetszőleges témában, akár a meséhez, vagy akár amit gondol olyan témában, alkot egy képet, és ezt a képet fogjuk majd a gipsz keretbe, amelyet a múlt hét folyamán kollégákkal kiöntöttünk, tehát ezt fogják majd a gyerekek beragasztani, és természetesen a keretet lefesteni, így egyedi alkotások fognak majd születni. Aki úgy gondolja, hogy szeretne a kézműveskedekhez csatlakozni, az megteheti, hiszen ezzel az alkalommal együtt még összesen 5-ször, tehát a nyári szünet végéig tudunk találkozni. Az utolsó alkalom augusztus 29-én kedden lesz megtartva, melyre nagy szeretettel várnak minden érdeklődőt. Az olvasni vágyókat pedig nyári nyitvatartás szerint minden hétköznap 10 és 16 óra között várják, szerda kivételével, amikor 17 órakor zár az olvasás birodalma. A hátsó füves futballmentő túra és a zempléni Főnix futballcsapata számára a szezon utolsó állomása Ricse volt. Ezen az alkalmon a csapathoz csatlakozott Pisont István válogatott labdarúgó, aki már a program sorozat kezdete óta támogatja a szervezőket, valamint Sisa Tibor labdarúgó edző. A mérkőzés előtt a megjelentek a település múltját ismerhették meg. Hercegkút, Nagyrozvágy, Makkoshogyka, György Tarló, Hollóháza, Alsóberecki, Bodrogolaszi és Ricse. A hátsó füves futballmentő túra második szezonja is véget ért a múlt hétvégén megvalósult találkozóval. Az érdeklődés pedig idén sem volt kisebb a tavainál. Most a szünetben vagyunk itt Ricsén, és fantasztikus látni, hogy itt van ez a sok-sok ember, én nem is tudom összeszámolni, de úgy satszolom, hogy 150-200-an biztosan itt vannak, és megszűnt csapatnak a meccsét szerintem ennyien még soha nem látták. Igazából ezért, erről szól ez az egész, ezért csináljuk, az Empléni Főnix-el járjuk a megszűnt falusi csapatoknak a pályáit, és ezt a közösségi élményt próbáljuk itt elősegíteni, és hát nekem tegnap az már fantasztikus élmény volt, hogy láttam, hogy festik a kapufákat, Ricsén készülnek, csodálatosan előkészítették a pályát, szóval gratulálok a ricseieknek, és ez az egész fél évre jellemző volt az eddigi hét helyszínre is. A második szezonban már a Bodrog köztöbb településén is járt a futballmentő túra. Mind a 8 idei állomáson érezték a szervezők a nagy várakozásokat és előkészületeket,
melyek megerősítették őket a programsorozat küldetésében. Várakozáson felüli szerintem ennek a sorozatnak a sikerfaktora, minden helyszínen nagyon nagy szeretettel fogadták ezt a kezdeményezést, nagyon sokat dolgoztak a helyiek a pályák rendbetételén, a infrastruktúrának a helyzetbehozásán, és itt azt hiszem, hogy mindenhol egy nagyszerű futballünnep kerekedett ebből a sorozatból, illetve a sorozat valamennyi állomásán ezt tapasztaltuk. Sokan vannak itt Ricsén is, sok gyerek van, jó hangulat, a hazai csapat vezet, rengeteg szép támadás volt, több hazai gól, úgyhogy én azt hiszem, hogy ez a sorozat ez teljesen pozitív, és nagy öröm ebben részt venni. A sátoraljóújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum által életre hívott hátsófüves futballmentő túra egy rangos nemzetközi elismerésben is részesült a tavasz folyamán, ugyanis az Európai Labdarúgó Szövetség 2022-23-as Grassroots díjának ezüst fokozatát kapta társadalmi kezdeményezés kategóriában. Hírműsorunk végén pedig nézzük még egyszer legfontosabb híreinket egy-egy mondatban. A Magyar Honvédség tematikus programokat szervez a Rákóczi Szövetség táboraiban. Újra libegők éjszakája a Sátoraljóújhelyen. Már gyűjtik a búzát a magyarok kenyeréhez, Hercegúton található a térségi gyűjtőpont. Kedves nézőink, én mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel holnap este 19 órakor jelentkezünk. Tartsanak majd velünk akkor is. Viszontlátásra!